Őszintén, tegye fel a kezét az, aki rendesen leszokott vezetni edzés után. Ugye? Nézzük meg, hogy miért is fontos a levezetés. Fontos, hogy az edzés után hagyjuk a szervezetünket regenerálódni. Hogyha az edzés után rögtön kitappannánk az utcára, azt éreznénk, hogy az izmaink egy feszült állapotban vannak. Hogyha így folytatjuk a napi tevékenységünket, akkor sajnos felborul az izomegyensúlyunk, ez megváltoztathatja a mozgásunkat, a tartásunkat, és akár degeneratív elváltozásokat is okozhat a testünkben. Az intenzív edzés rengeteg stressz termel a testünkben. Ilyen lehet az ammónia, a tejsav, ami sevakanyagok károsan hatnak a teljesítményünkre, ami nem csak az edzésnél, hanem a napi tevékenységünknél is meg fog mutatkozni. De nézzük meg, hogy milyen hatása is van, hogyha alaposan levezetünk az edzés után. A levezetés célja az, hogy a sérüléseket elkerüljük a későbbiekbe, hogy csökkentsük a tejsav szintet a szervezetünkbe, hogy az izomlázat elkerülhessük a későbbiekbe, hogy az izmaink egy nyugodt állapotba kerülhessenek, ne egy túlfeszített állapotba, így az izomegyensúlyunk nem borul fel, az, hogy a salakanyagot kiürítsük a szervezetünkből, hogy a gondolataink rendeződjenek, hogy a testhőmérsékletünk egy normál szintre csökkenjen le, a légzés számunk a megfelelő nyugalmi állapotba kerüljön, és hogy a gondolataink rendeződjenek, és így tudjunk kilépni az utcára. Fókuszáljunk arra, hogy a levezetésünk egy nyugodt, könnyed légzés mellett menjen, végezzünk statikus és dinamikus feladatokat egyaránt, arra, hogy az egész testünket át kell dolgoztatni, levezetni, illetve hogy megfelelő folyadékot pótoljunk a levezetés során. Gyakran kérdezitek tőlem, hogy fontos-e a teljes test levezetése akkor, hogyha például csak lábnapot tartunk. A válaszom az, hogy igen, mivel a szervezetünk edzés során nem csak a lábunkba küld salakanyagot, hanem az egész szervezetünkbe, tehát ki kell onnan pucolni. Természetesen fókuszáljunk jobban az edzett területre, de mindenképpen teljes testet mozgassunk át. A másik leggyakoribb kérdés az szokott lenni, hogy lehet-e helyettesíteni valamivel a levezetés, ki lehet ezt kippelni. A válaszom sajnos nem. Tudom, hogy jó lesne egy masszázs, egy szauna, vagy akár csak egy hengerrel letudni az egésznek a végét, de sajnos ez nem elegendő. Túl vagyunk az edzésen, pörög a pulzusunk, alig kapunk levegőt, ezt először helyre kell állítani. Kezdjük egy lassú, kicsi sétával, nyugodt tempó mellett. Lecsillapodott a légzésünk, a pulzus számunk is, jöjjünk le a talajra, és kezdjünk el levezetni. Lefekszünk a hátunkra, és húzzuk fel jobb térdünket hasunkhoz, nyújtózunk meg közben bal lábunkkal, hozzuk ki oldalra jobb térdünket, figyelünk arra, hogy medencénk lenn marad, csak megtartjuk nyújtva, hozzuk vissza középre, közben bal lábunkat felhozzuk talpra, és óvatosan kinyújtjuk jobb lábunkat, megfoghatjuk vádlinkat, de hogyha nem érjük el térdhajlat vagy combot is lehet, és óvatosan húzzuk magunk felé. Megtartjuk, pipál a lábfej, és óvatosan törzsünket is emeljük fel. Így is megtartjuk pár másodpercig, majd szépen leengedjük. Tesszük keresztbe a lábunkat a bal lábunkon, húzzuk fel bal térdünket hasunkhoz, átöleljük combunkat, és így is magunk felé húzzuk lábunkat. Megtartjuk, nyújtjuk ki a bal lábat, és így is megpróbáljuk magunk felé húzni. Letesszük lábunkat, még mindig keresztbe van téve a lábunk, oldalra tegyük ki kezünket, és döntsük ki jobbra-balra lábainkat, tekerjük meg terekünket. Ha megvagyunk, tegyük le a lábunkat, és ugyanezt a feladatsort ismételjük át a másik oldalra is. Kezünk legyen magunk mellett, nyújtózunk meg oldalt fel magunk mellé, ahogy megnyújtózunk, jobb kéz bal kézzel, majd egész törzsel. Óvatosan nyújtsuk ki lábainkat is, és nyújtózunk keresztbe. Először megnyújtózunk jobb kéz bal lábbal, lábaink pipáljanak, próbáljuk derekunkat minél jobban beszorítani a talajba. Majd másik oldalra is. Amennyiszer jól esik, majd egyszerre mindkét karral, mindkét lábbal is. Húzzuk fel lábainkat talpra, két kezünket nyújtsuk fel plafon felé, és el fogjuk forgatni törzsünket ellentétes irányba, mint a térdeinket. Tehát térdek mennek balra, törzskar jobbra. Jól megnyújtózunk, itt is maradhatunk. Ha jól esik, nyugodtan a felül lévő lábat kinyújthatjuk, és még úgy jobban rányújtózunk. Hajtjuk vissza térdünket, jövünk vissza középre, majd ugyanezt a feladatot megismételjük a másik oldalra is. Ha megvagyunk a talajgyakorlatokkal, jöjjünk át négy kézláb helyzetbe. Négy kézláb helyzetbe figyelünk a helyes tartásra,
térdek a csípő alatt vannak, tenyerek a vállak alatt, nem ejtjük be a törzsünket, középen megállunk, és zárunk le kockára. Csinálunk pár cica hát kutya hátfeladatot. Csinálunk oldalra C betűt, amikor fenekünket közelítjük vállunk felé, vállunkat fenekünk irányába, mindkét irányba, majd megállunk. Törzsünkkel csinálunk egy forgatást, emeljük fel bal kezünket, forduljunk utána, majd nyújtózunk át jobb kezünk alatt, és jól nyújtsuk meg vállunkat. Jövünk vissza, ugyanezt elvégezzük a másik oldalra is. Megállunk középen, még mindig négykézláb helyzetben vagyunk, oldalra csak kicsúsztatjuk kezünket. Bal kezünk jön ki oldalra, ameddig tudjuk, jobb kezünk könyöke hajlítható. Mellkast közelítjük, figyelünk rá, hogy ne üljünk rá sarkunkra. És jövünk vissza, ugyanezt elvégezzük másik oldalra is. Karunkat nem csak keresztbe, oldalra lehet kinyújtani, hanem előre is, tehát szépen óvatosan nyújtózunk előre. Ezután nyújtózunk meg a lábunkkal hátra. Nyugodtan az előlévő térdet be is húzhatjuk magunk alá, és üljünk rá sarkunkra. Ha tudjuk, húzzuk ki magunkat. De ha jól esik, le is feküdhetünk elő. Ha nagyon prók vagytok, akkor az előlévő lábat nyugodtan húzzátok be magatok elé, szinte derékszögbe, és úgy próbáljatok leülni, vagy ráhajolni az előlévő lábatoknak. Ismételjük meg a másik oldalra is. Jövünk vissza, lépjünk előre a jobb lábunkkal, és a bal sarkat húzzuk a fenekünkhöz, és tartsuk meg. Tegyük le a térdünket, és toljuk előre csípőnket. Innen jövünk hátra, leülünk a hátsó sarkunkra, előlévő lábunk nyúlik, és figyelünk rá, hogy tenyerünkkel próbáljunk az előző pozícióban lévő helyen maradni. Nyújtózunk előre. És jövünk vissza. Mindent megismétlünk a másik oldalra is. Ha megvagyunk a négykézláb feladatokkal, jöjjünk ülő helyzetbe. Nyugodtan törökülésbe kezdhetjük a feladatot, térdeinkbe támaszkodjunk meg, csináljunk várkörzéseket. Húzzuk el karunkat magunk előtt. Figyeljünk rá, hogy mellmagasságba húzzuk, ne a nyakunkba, nem mell alá, tényleg váll mellmagasságba. Ugyanezt a kart hátra, mintha ellenkező lapockát szeretnénk megfogni, ellenkező kézzel nyugodtan rásegíthetünk. Hozzuk le karunkat, nyújtsuk meg tenyerünket is, figyeljünk rá, hogy ne csak az ujjainkat, hanem az egész tenyerünket és az összes ujjat átfogva feszítjük vissza a kézfejünket, és közben nyújtva van a könyökünk, megfordítjuk, kézfejünket is feszítjük le, és lerázzuk. Nyújtsuk ki mindkét lábunkat előre, és óvatosan hajoljunk előre. Figyeljünk rá, nyugodtan görnyedhet a hátunk is. Próbáljunk minél jobban előre nyújtózni, amennyire csak tudunk. És jövünk vissza. Húzzuk hátra az egyik lábunkat gátülésbe, és így is próbáljunk előre hajolni. Visszajövünk. Oldalról is ráfekszünk erre a lábunkra. És visszajövünk. Mindezt elvégezzük a másik oldalra is. Jövünk vissza törökülésbe, letesszük bal kezünket, és hajolunk el oldalra, egészen addig, míg lenn marad farpofánk. Ha jól esik, nyugodtan nyújtózz meg kezeddel is. Elvégezzük a másik oldalra is. Húzzuk a talpakat össze, minél közelebb a fenekünkhöz, és reptessük meg térdeinket. Megfogjuk két térdünket, és kezünkkel is rányomhatunk, ha kényelmesebb, akár könyökkel is. Megint jövünk törökülésbe, megkapaszkodunk térdeinkbe, csinálunk egy kis cica hátat, kutya hátat, így is, tehát domborítunk, homorítunk, nyugodtan maradjatok benne a pózba. Megállunk középen, fejünket döntjük balra, jobbra. Nyugodtan kézzel is rá segíthetünk.
előre-hátra, forgatjuk, óvatosan körzünk, nyakunkba tegyük bele a kezünket, és akkor teljes kört is csinálhatunk. Ilyen esetben figyeljünk, hogy mindkét oldalra, pihenjünk meg, csukjuk be a szemünket, lazuljunk el, vegyünk mély levegőt az orrunkon, szánkon fújjuk ki, és egészségetekre. Látjátok, ilyen könnyű egy levezetés. Tehát irány a zuhany, de előtte ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra, jelöljétek be a kis harangot, mert így nem maradtok le a többi videóinkról se. Sziasztok! Biotekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.